Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit gondol ő most rólad? Mik a gondolatai, mik a tervei? És mit érez irántad? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 3500 forint, ha asztrológiával együtt szeretnéd, akkor 9000 forint. És mit gondol most rólad? Ez a kártya jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Akkor is, ha a képen két hölgy van, a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és az egyik személy őre vonatkozik. Az azt jelenti, ő odafigyel rád, mert te nagyon értékes vagy számára. És mi a helyzet nálad? Itt erre ez a kártya utal. Te nagyon bölcs vagy, és ez a fény megvilágít egy spirituális területet. Tehát ne vele foglalkozz, hogy mi a terve, hanem figyelj ebbe az irányba, mert ez ad számodra életerőt, az is lehet, hogy ez a tehetséged, a tudásod, ez a hivatásod, és az erősít most téged. És most megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt volt nála a múltban egy kis húzavona. Nem tudta, hogyan tovább, milyen irányba. Jelenleg valami lelkesíti őt, kilép ebből a helyzetből, és itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik nála. Itt láthatóak az érmék, az lehet, hogy rendezi az anyagiakat, vagy lesz egy új kezdet a munkáját illetően, de amit ez a kép még jelent, a belső értékek. Harcolni fog érted, hiszen értékes vagy számára. Itt is látható, hogy odafigyel rád. Amit az érmék még jelentenek, az a föld eleme. És ő szeretné a terveit megvalósítani, hiszen a föld eleme utal reális dolgokra. És most megtekintjük a te gondolataidat. Itt vannak fájdalmas emlékek és könnyek. Lehet, hogy félsz attól, hogy ő megbánt téged, és ezért vagy most kicsit visszahúzódó. A másik képen látható a 2-es szám, az jelenti a párkapcsolatot, téged és őt. A munkát illetően lehet egy szerződés, de még kicsit vacillálsz. Tehát itt mérlegelni kell a dolgokat. És van egy középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Tehát mutasd ki az érzelmeidet, de ne azt, ami fáj, mert akkor ő visszahúzódik, ő ezt nem akarja meghallgatni, hanem azt az érzelmet, ami lelkesít téged, lelkesíti őt. És amit ez a kártya még jelent, a belső egyensúly. Tehát figyelj oda az érzelmeidre. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt látható egy tolvaj, és ha ez a tolvaj megjelenik, akkor ott eltűnik valami. Fél attól, hogy valaki elrabol téged, és emiatt jönni fog. Hiszen a kezében van ez az arany kehely, és az utal az érzelmekre. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. És most bepillantunk a te érzelmi világodba.
Itt a 9-es szám egy kerítés, látható a képen is. Itt vannak küzdelmek, lehet, hogy félelmek, bizonytalanságok, és olyan emlékek, ami fájdalmakat vált ki belőled. De tedd át magad ezeken a félelmeken, mász át ezen a kerítésen, és akkor látod, hogy az út egyenes, minden megy tovább előre. És pontosan itt látható a változás, a sors kereke, tehát lesznek sorsdöntő változások nálad a közeljövőben. A következő két kártya itt középen azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Na nézd, ő figyelget téged, akkor is, ha ezt nem veszed észre, hiszen itt van a fal kettőtök között. De látható, hogy gondol rád. Itt ezen a képen szintén ez látható. Tehát te megjelensz az ő gondolataiban, az ő terveiben, fél attól, hogy elveszít téged, tehát jönni fog, mert értékes vagy számára. Itt a tűz eleme jelenti a testi kapcsolatot, és megjelenik az ő gondolatában, tehát keresi ezt a testi kapcsolatot, de itt, ezen a képen látható, hogy itt a szűz jegyéről van szó. Ez lehet a csillagjegy is, de az is, hogy kicsit visszahúzódó vagy óvatosan szűzies, de ő érzelmekkel, lelkesedéssel közeledik hozzád, és keresni fogja a testi kapcsolatot, mert ezek a tervei. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!